BPU 370. És itt az alacsony padlós része. Most az ajtózárnást elveszem. Van csatornád? Van. Milyen van? Adami 1-2-3-4-et. Micsoda? Ismerlek, te ott, vagy a Kuhár Bence lágyám, ugye a lágyaiban azt hiszem. Hát voltam már Kuhár, igen, volt. Meg közös videóm is van. Igen, meg Adami 1-2-3-4-et. Budapesti közökkeres tévén ismerős? Ismerős, igen. Fel is vagyok rád iratkozva. Köszönöm szépen. Na legalább most már tudom, hogy te vagy. Gondolom ez egy csatornámat meg nem ismered. Nem, miért is csatornám? Minden, ami BKV és VTR-iba. Nem, azt nem ismerem. De majd feliratkozok rá, csak küld el a linket. Hát beírod, hogy minden, ami BKV kifogatod. Jó, minden rajta lesz a videó, majd megtalálom. Be is linkelem alá majd, ha ezt felalakom osztalom. Hát most adtam fel egy csomó azért a varsói metróról alakadt a képet a krakkói villamosokról tegnap. Azok ilyen egész estések, azokat lehet nézni. Az egyik másfél óra, a másik meg egy óra. Másfél metróban még a régi M1-esek között. Vannak, igen, de tudva lámpások vannak arra felejtős. Milyen? Hát nem nézd meg a videóban azt azért, de ahogy jól sírt ki, az ekte ugyanaz, mint amit a videó M1-eseik voltak. Szegények. Igen. Én a vízipókot sajnálom, hogy nagyon fiatal volt. Hát az nagyon... 17 éves szerelmény. Legalább az egyiket meghagyhatták volna. Addig. Ez majd még egyszer. Ez majd még egyszer. Ugye a fancsájtsek tökre. Én jól vagyok, én ilyen tökéletesen felszállam, mert ide vagyok felhasználni. Mindig elmélyek. Én nem tudom sehonnan se jól felvenni. De én nem föltudnám. Azt nyilatkozom, hogy életem először utazok ezen a járaton. Én is egyébként. Végig még én sem mentem rajta soha. Nem mentél még. Nem. De utaztam már rajta, de végig még nem mentem rajta. És te nyilatkozol? Én bármikor, Adani 1-2-3-4-5, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót és amit most csinálok. És egyébként inkább hallgassuk a motor hangot, mert az izgalmasabb. Köszönöm.
neked nyilatkoztam az MTV-nek, meg az RTL klubnak is, neked miért ne nyilatkoznék? De most el tudom utasra nem videózni.
2265. És ez még a régi, tehát ez is most a mechanikus lyukasztó, hát ilyen nagyon van már. Retro lyukasztó. Ez az igazi retro. Ez a turisták rémei belekerget, és nem tudják, nem érték, hogy mi van. Ja. Három éve volt, amikor a 16-os buszon utaztam, és akkor itt külföldi turisták voltak, és akkor így nézik be az helyet, és akkor így bitartja semmi, és akkor így oda mondta, és mutattam, hogy meg kell húzni, és akkor így csodálkoznak, hogy jé, hogy ilyen még van. Meg hát olyan javán 20 évvel ezelőtt, pedig a lépelőről nézhetnék, mert elszóltak attól, hogy ilyen létezik. Nálunk meg csak ennyi. Igen. Úgyhogy ez eléggé szorul a végére. Ez volt az, hogy betoptál egy 1 forintost, akkor eldobod a lyukasztó, és akkor utána a polosok azért mindenki viccelhetett. Köszi, hello, sziasztok! Hello! Sziasztok! Jó utat a srácoknak amúgy. Ott megy a busz. És mi meg megyünk a magunkra. Egyébként igen, adani megint. Hello, igen. Köszönöm megint a segítséget. Latifora, búcsúzom srácok. További szép napot, mentek, sziasztok.